Sok szeretettel köszöntök akkor én is mindenkit. Szép napot kívánok és jó egészséget. Azt hiszem, hogy ez a köszönési mód nagyon is aktuális ebben az időszakban. Én mielőtt elkezdeném az előadásomat, szeretném magamat nagyon röviden bemutatni. Ahogy Tamás is mondta, Nagy Árpádnak hívnak, és a Szent Orsolya gimnáziumba tanítok. Nagyon röviden esetenként látják az életutamat. Szintén Sopronba, Berzsenyi gimnáziumba érettségiztem, utána Szombathelyen, illetve Pécsen szereztem diplomát, tanári diplomát. Egy nagyon szép időszakot töltöttem, egy gyönyörű szép fertő parti faluban. Ott általános iskolában voltam biológia tanár, és 2012-től tanítok gyakorlatilag a Szent Orsolya gimnáziumban, illetve volt egy rövid időszak, amikor a Rót Gyula erdészeti iskolában is óraadóként megfordultam. Hát én azt hiszem, hogy különösen legalábbis itt Sopronban nagyon szép idő van, remélem máshol is. Ilyen látvány fogad minden reggel, az iskolánk az folyamatosan megújul, kaptunk erre támogatást igazán szép körülmények között, és azt hiszem, hogy modern körülmények között tudunk dolgozni. Itt éppen látják, ugyan ez már majdnem, hogy régi történet itt, amit a tetőt látnak, ez egy tetőtér beépítés történt. Nagyrészt ezt azért kezdték el pár évvel ezelőtt, hogy a természettudományos tantermek itt ebbe a tetőtérbe kapjanak helyet. Láthatják az iskola belsőt, és hát az udvarunk is egészen gyönyörű szép, egy nagyon szép csillagvizsgálónk is van. Ezt ugyan nem nagyon láthatják, de hogyha a soproni időképre rámennek, akkor innen látható az a gyönyörű szép kép, amit sugároz a program. Ha megengedik, nekem éjszaka is nagyon szép, és hogyha van lehetőségük, bár nyilván járvány, pandémiás helyzetben ez nehezen megoldható, de ha esetleg itt a hosszú hétvégén van módjuk, vagy a környéken vannak és itt kirándulnak, akkor akár nappal, akár éjjel gyönyörű szép ez a tér, ahol az iskola elhelyezkedik, és egy nagyon személyes dolgot engedjenek meg. Szintén most virágzik a kedvenc növényem, hát ezt is lehet látni a környező erdőkben, úgyhogy akár ezért is érdemes ellátogatni ide Sopronba. Nyilván nagyon sok helyről érkeztünk, igazából pontosan nem tudom, hogy ki milyen környékről, honnan kapcsolódik be. Láthatják, hogy egy nagyon modern környezetben dolgozom, de nem mindig így tettem. Tehát amikor 2012-ben megérkeztem az Orsolyába, akkor ez volt a szertár, a labor gyakorlatilag. Én azt akarom ezzel kifejezni, hogy igazából a körülmények nagyon sokat számítanak, én úgy gondolom, de nyilván nagyon sokat hozzátesz az is, hogy mi és a gyerekek hogy állunk, és mit tudunk kihozni abból a lehetőségekből, amik éppen a rendelkezésünkre állnak. Hát ehhez képest most már egy ilyen laborban tudunk dolgozni, és egy ilyen előadó is áll a rendelkezésünkre. Ez egy kicsit talán elővetíti a gyerekek számára az egyetemi oktatást, hiszen egy kicsit ennek az előadónak ez a lépcsőzetes elrendezése hát már arra predesztinálja őket, hogy majd hová is fognak készülni egyébként. De mondom, igazából ezek a lehetőségek, de bármilyen lehetőséget, bárhol vagyunk, bármilyen körülmények között, azért én úgy
gondolom sikeres oktatást tudhatunk magunk mögött. Még egy dolgot, egy személyes dolgot, hogyha megengednek, ez az idézet, bár lehet, hogy egy kicsit elcsépeltnek gondolják, különösen itt áll a pedagógus minősítések kapcsán. Én ugyanezt egy diákomtól kaptam, de úgy gondolom, hogy a pedagógus hivatásnak egy nagyon fontos gondolatát fogalmazza meg. Én úgy gondolom, nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, és okvetlenül fontosak az emberi kapcsolatok, a diákokkal kialakított kapcsolatok. Különösen felerősödik ez a digitális vagy online oktatás során, amikor nem igazán olyan a kapcsolatunk, kevésbé személyes a kapcsolatunk, mint mondjuk a jelenléti oktatásban. Én azt szeretném kérni, hogy én elmondom, amit gondolok az első témakörben, ez a jelenlét és a digitális oktatást szeretném összehasonlítani, illetve hát nyilván főbb hangsúlyt fektetnék majd a digitális oktatásra. Én azt szeretném kérni, hogy közben is megfogalmazhatják a gondolataikat itt a chat ablakba, de inkább az előadás végén reagálnék majd a kérdéseikre, illetve én úgy gondolom, hogy ez egyben egy fórum is, bár erre azért később is lesz lehetősége, hogy a Tamás említette, úgyhogy esetenként akkor is, de az előadás végén mindenképpen megpróbálnék válaszolni a kérdéseikre, sőt, hogyha ötleteik is vannak, vagy olyan jó gyakorlatuk, én úgy gondolom azt is szívesen vesszük. Nem könnyű időszakon vagyunk túl. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, ez mindenképpen érvényes az oktatási, nevelési folyamat résztvevőire, és hadd tegyem hozzá, hogy nem biztos, hogy ezt mindig és minden nap sikerül megoldanunk, hogy kellőképpen motiváltak legyünk, és a ránk bízott gyerekeket is kellőképpen tudjuk motiválni. Én pár dolgot először szeretnék tisztázni, engem mindig is zavartak ezek a fogalmak, amik hát itt tavaly március óta azért elég rendesen keringenek a köztudatba. Nagyon gyakran úgy használták az online oktatást, hogy ez egy távoktatásos rendszer. A távoktatás az nagyon régóta, vagy hát körülbelül a 70-es, 80-as évektől kezdve működik a magyar oktatási rendszerben is. Legfőképpen ugye ezt a felső oktatás alkalmazza ezt a módszert. Én úgy gondolom, hogy ez kitűnően működik ott a felső oktatásban. Nyilván idősebb, érettebb emberek választják ezt a távoktatásos technikát. Ugye ennek egy hihetetlenül jó előnye az, hogy térben és időbeli függetlenséget fog, azt mondom, majdnem mind a két résztvevőnek, a tanárnak, illetve a diáknak is adni ez az oktatási forma. Itt tényleg a diákra van bízva, vagy a hallgatókra van bízva, hogy mikor és hogyan készülnek föl. Nyilván az oktatók elküldik az anyagot, megvan egy számonkérési lista, nem is kell gyakorlatilag naponta leülni a számítógép elé, és esetenként meetinget folytatni a tanárral. Nyilván meghatározott rendek vannak, hogy milyen gyakran és hogyan vannak a számonkérések, de semmiképpen sem mondjuk más napra kell feltölteni egy anyagot.
Nagyon gyakran szintén szinonímaként használják a digitális oktatás kifejezést. Egy kicsit talán ez is zavaró lehet, ugyanis a digitális oktatás azt jelenti, hogy használjuk az IKT eszközöket, ugye ez az információs kommunikációs technológia bevonása, vagy információs kommunikációs technológia bevonása az oktatásba, és gyakorlatilag ezzel párhuzamosan Magyarország kormánya 2016-ban meghirdetett egy digitális oktatási stratégiát, aminek nyilván az alapelképzelései nagyon jók. Ugye itt többek között az szerepel ebben az oktatási stratégiában, hogy minden iskola legyen felszerelve megfelelő digitális eszközökkel. Itt természetesen nem csak a biológiáról van szó, akár digitális táblák formájában, laptopok, tabletek formájában, ami elérhető azért a diákok számára, és hát természetesen megfelelő internetes kapcsolat is társult ehhez. Én azt hiszem, hogy ez már talán annyiban múlt időben beszélhetünk, hogy a legtöbb iskolában azért ezek a fejlesztések, vagy én nagyon bízom benne, hogy a legtöbb iskolában ezek a fejlesztések valamilyen szinten, de azért meg történtek. És hát aminek igazából talán leghelyesebb lenne hívni, ez az online oktatás, ami 2020. március 16-án kezdődött. Ez az előbb említett távoktatáshoz képest annyiba más, hogy itt valóban órarend szerinti időbeosztással dolgozunk mi tanárok is, és a ránk bízott diákok, hallgatók is. Gyakorlatilag napi szinten számonkérések vannak, és ugyanúgy kell a leckét hát elkészíteni, mint hogyha a jelenlévő oktatás lenne, illetve hát természetesen más formába. Hogy miért gondoltam, és talán ezzel kellett volna kezdem, hogy miért gondoltam, hogy ezt a témát választom és hozom el számotokra. Amikor ez az egész digitális, illetve online oktatás elkezdődött, akkor engem az iskola vezetősége felkért abba, hogy ebbe a digitális törzsbe, bár nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, hogy digitális törzs, de hogy ebbe aktívan vegyek részt, és segítsem a kollégákat átállni erre az online oktatási formára. Ugye közel egy év telt el, holnaphoz lesz egy éve, hogy miniszterelnök úr bejelentette, hogy akkor március 16-ától online oktatás fog folyni gyakorlatilag általános középiskolás és felső oktatási szintéren. Ez a 13-ától 16-ig történő időszak, én azt hiszem, hogy ezt elég nehezen éltük meg, még amellett természetesen, hogy a vírus fenyegetése is azért a fejünk fölött volt. Igazából, ahogy dékán úr is elmondta, hát nem biztos, hogy annyira javult a helyzet, tehát nem gondoltuk akkor, hogy idén márciusban is gyakorlatilag újra digitális formában, vagy hát a középiskolák azok, nem október, hanem november óta ismét digitális formában, vagy online formában kénytelenek oktatni. Hogy mi történt ez alatt a három nap alatt, illetve ez alatt a hétvége alatt, ahogyan ez a bejelentés történt, ezt szeretném így pár gondolatban felvetíteni, bár én úgy gondolom, hogy azért nagyon jól emlékszünk erre az időszakra.
Egyrészt szerintem, amikor 13-án megtörtént ez a bejelentés, vagy hát különösen a hétvégén, akkor lázasan nekiálltak az intézmény vezetők és az intézményekben dolgozó informatikai szakemberek, hogy megteremtsék azt a platformot, vagy hát kiválasszák azt a platformot, amit aztán majd az online oktatás során használni fognak. Én több statisztikát, felmérést elolvastam. Nagyrészt úgy gondolom, hogy a Classroom mellett döntöttek, és akkor esetenként majd, hogyha ebbe megerősítetek engem, hogy valószínűsíthetően ezt használjuk a legtöbbet az online oktatás során. Természetesen voltak még más platformok, illetve szoftverek, ugye Microsoftnak, vagy a Krétának, bár ez a digitális kollaborációs tér, ez akkor még nem igazán állt rendelkezésre, de üzemi természetesen a Kréta rendszeren is lehetett. Számos kollégám használta a Facebookot is, illetve az e-mailes rendszert is, én azt hiszem, hogy alkalmaztuk még a tavalyi év során. Itt a Facebookkal kapcsolatban azért hadd tegyem hozzá, hogy én úgy gondolom, a kommunikációs szempontból tökéletesen megfelel. Az, hogy ezen keresztül esetenként órát vagy tananyagot adjunk le, osszunk meg, ez lehet, hogy azért felvet bizonyos aggályokat és kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy arra, hogy kommunikáljunk akár a gyerekekkel, ne adj Isten a szülőkkel, a Facebook az mindenképpen alkalmas erre. Én másra nem biztos, hogy annyira merném használni. Nagyrészt a hétvége időszaka volt az, amikor létrejöttek ezek a digitális munkacsoportok, amelyeknek a fő szerepe az volt, hogy ezeket a platformokat hát szintén elsajátítsák, illetve a kollégák felé tudják ezt megfelelő formában prezentálni. Hozzáteszem, én is, mivel tagja voltam, ahogy említettem, egy ilyen csoportnak, én se ismertem a Classroom-ot, soha nem használtam, tehát én is a hétvége alatt ismerkedtem meg, és akkor gyorsan készítettem képernyő képeket, és próbáltam a ránk bízott kollégáknak valamilyen szinten segítséget nyújtani. Nagyrészt talán a vasárnapi időszakra lehetett azt beütemezni, hogy a laptopokat esetenként azoknak a kollégáknak, akiknek nem volt otthon, azoknak biztosítani tudjuk, illetve különösen az idősebb kollégák, természetesen nem akarom ezzel minősíteni senkit, de nem biztos, hogy olyan nagyon egyszerű volt, hogy milyen PPT-ket hogyan érdemes elkészíteni, vagy esetenként hogy lehet a legkönnyebben egy digitális tartalmat mondjuk PDF formátumba feltölteni. És bizony már ekkor gondolkodtunk azon, hogy milyen számonkérési módokat szeretnénk majd használni az online oktatás során. Én úgy gondolom a legismertebb a Redmenta volt. Ezt esetenként előfordulhatott, hogy előbb is használták, vagy használtátok, vagy használtuk esetenként számonkérések, vagy gyakorlások során. Úgy vettem észre, hogy azért ez a felület ez ismertebb volt ez alatt az, vagy ezelőtt az időszak előtt is. Természetesen voltak még egyéb szoftverek, vagy online felületek, amik hát rendelkezésre álltak, ugye akár a Quizizz vagy a Kahoot programok, ezek megint én úgy gondolom ismerősek lehettek, biztos, hogy nagyon sokan közületek is készítettek már ebbe tananyagot az idők során.
Nagyrészt 16-ával viszont elindult az online oktatás, és hát ebben az időszakban történt, ezen a héten történt meg a tankönyveknek a kiosztása, hiszen nem nagyon viszik haza most már a tanulók a tankönyveket. Hirtelen az értekezletek is az online térbe tértek át, és elkezdtük a digitális tartalmakat, én úgy gondolom, elkészíteni, meghatározni gyakorlatilag. Ez a hét, ez biztos, hogy mindenki számára emlékezetes marad a pályája során, hiszen majdnem reggeltől estig a számítógép előtt ültünk, mert vagy órát tartottunk, vagy pedig feltöltöttük az online digitális tartalmakat, vagy pedig esetenként értekezleteken vettünk részt. Én azt hiszem, hogy ebben az időszakban hihetetlen sok munkát végeztek, akár a munkacsoportok is, és tényleg a kollégák is mindenféle platformon tartották egymással a kapcsolatot, és adtuk át egymásnak a legfontosabb információkat. Úgyhogy én nekem ugyan nem tisztem, de én szeretnék mindenkinek megköszönni ezt az áldozatos munkáját. Hogy milyen feltételek szükségesek az online oktatáshoz, ezt szeretném itt kivetíteni. Én úgy gondolom, az első és legfontosabb feltétel az a belső tulajdonságok. Őrült fontos a motiváltság, itt mind a két fél részéről, tehát a diákok, illetve a tanárok részéről is ez egy nagyon fontos tényező. Nem könnyű természetesen, hiszen azzal, hogy én ülök a számítógép képernyője előtt, és nem látok arcokat, nem látom az érzelmeket a gyerekek részéről, hogy ők most megértették, nem értették meg. Én úgy gondolom, ehhez hozzá kellett szokni. Ezt szeretném ezzel az adaptációval is mondani, vagy jelezni, hogy ez nyilván nem volt egy könnyű időszak, és mellette természetesen még ott volt a vírus is, és mindenkinek meg kellett szerveznie a saját életét is. Biztos, hogy nem volt könnyű senki számára ez a motiváció felkeltése, akár saját magába is, akár pedig a diákok részéről is, ez egy nagyon nehéz időszak volt. A másik, hogy annál is fontosabbnak gondolom én ezt a motivációt, akár akkor, akár pedig most, hogy a gyerekek itt nagyrészt önálló tanulásra vannak ítélve, természetesen ott vagyunk segítőként és mentorálóként, de itt a fő hangsúly az arra helyeződik, hogy azokat a tartalmakat, amit mi feltöltünk, azokat és a könyv munkafüzet segítségével el tudják-e sajátítani, vagy sem. Itt nyilván történt egyfajta szegregáció a gyerekek között, én úgy gondolom, hiszen akik eddig is kiválóan tudtak tanulni, akár önállóan, azok nagyon könnyen vették ezt az időszakot, akik azért nehezebben veszik rá magukat órán, és nehezebb őket lekötni, az nyilván ilyen feltételek mellett is nehéz volt ezt meghatározni. A másik nyilván a személyi feltételeknek kellett adottnak lenni, hiszen a tanárnak is le kellett ülni a gép elé, el kellett kezdeni a digitális tartalmak elkészítését, ugyanakkor a diáknak ezeket vennie kellett, ezeket az adásokat igazából, és óriási felelősség hárult gyakorlatilag a szülőkre is, bár főként középiskolás kollégák
vagy középiskolában tanítunk, én úgy gondolom, de én úgy gondolom, hogy a szülők támogatása nélkül ez az időszak is nagyon nehéz lett volna. Nyilván nem elhanyagolható a tárgyi feltételek megléte sem, hiszen nem biztos, hogy rendelkeztek akár a tanárok, akár mi, akár a gyerekek internettel és megfelelő okos eszközökkel is. És okvetlenül fontos megemlíteni, úgy gondolom nagyon fontos megemlíteni, hogy különösen nagyon nehéz volt azokban a családokban megoldani ezt az online oktatást, ahol mondjuk akár 3 vagy 4 gyerek is hát ilyen formában volt kénytelen tanulni, különösen és szintén le a kalappal azok előtt a kollégák és szülők előtt, akiknek mondjuk alsós gyermekük volt, vagy akár felsős, hiszen nyilván egy alsós, egy másodikas, harmadikas, negyedikes gyerek még a leckét sem tudja lefotózni, lehet, hogy telefonja sincs, tehát ebben nyilván segíteni kellett akár nekünk is, mint szülőnek, vagy akár a nagyobb gyereknek a családba. És hát megváltozott a környezet, hiszen nem iskolába mentünk, hanem otthon töltöttük az időnk nagy részét. Ez nyilván adott konfliktus forrásokat is. Valakinek viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez inkább talán lehet, hogy az előnyére vált. Az előadásom témájában is szerepelt ez a Zoomer kifejezés, és hát ugye itt nagyon az elején, tehát a tavalyi időszakra gondolok természetesen, itt azért nagyon gyakran előfordult, hogy hiába voltak segítő csoportok azért a kollégák mellett, nagyon gyakran a gyerekek figyelmeztettek, a tanulók figyelmeztettek minket, hogy most gyakorlatilag mit is kell csinálni, vagy hogyan is kellene azt az online tartalmat feltölteni, vagy akár értelmezni. Nyilván egyesekben az is nehézséget okozhatott, hogy mindig rászóltunk a gyerekekre, hogy ne használd a telefonodat, kevesebb időt töltsél a számítógép előtt, most pedig pont ez került előtérbe, hogy éppen hogy erre kellett rávennünk a gyerekeket, hogy pedig vedd elő a telefonodat és használd a számítógépedet. Ugye ez a kifejezés, ez a Zoomer kifejezés, ez a Z generációra is utalhat, illetve utal. Őnekik nyilván nem volt ez a tér, ez az online világ ismeretlen, hiszen eleve ebben élt, de azért már szeretnék erre kitérni, hogy hát csak felhasználó volt, és ez egy dolog, hogy tudta használni a Facebookot, vagy tudott üzenetet küldeni különböző kommunikációs csatornákon, nem biztos, hogy ő is tudott használni mondjuk egy ilyen oktatási szoftvert. Megfigyelhető egyébként, hogy ebben az időszakban különösen a tavalyi online oktatás során ez a nemzedék, ez az E-generáció felvette azt mondom a mi szokásainkat, tehát elkezdett kertészkedni, kovászt nevelni, kenyeret sütni gyakorlatilag, és ugyan nem az én kitalációm, és nem egy új generációs fogalmat akarok bevezetni ezzel a Q generációval, itt inkább a karantén szóra szerettem volna utalni. Tehát a karantén generáció talán fölvett egy ilyen új szokásokat. Én azt hiszem, hogy ez inkább előnyként, mint sem hátrányként fogalmazható meg. Ebben az időszakban, illetve a tavalyi időszakban egy hatalmas problémával szembesültünk, amikor az időbeosztást kellett elkészíteni, hiszen óriási
feladat hárult ránk is, és úgy gondolom a diákokra is, hiszen sokkal több időt kellett eltöltenünk azzal, hogy a tananyagot megfelelő formába tudjuk prezentálni a gyerekek számára. Tehát egy-egy óra elkészítése az hihetetlenül sok időt és energiát vett el gyakran, én azt hiszem mindannyiunktól. Én tudok olyan kollégákról, akik ráadásul ez alatt az online tanítás alatt több platformon keresztül oktattak is. Tehát akár fogadta a Facebook bejegyzéseket, a Classroom-ba is dolgozott, de még e-mailen is kiküldött. Hát én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlenül nehéz időszak volt, és a későbbiek során talán rá kellett arra jönnünk, hogy a saját magunk érdeke az, hogy meg tudjuk határozni, hogy melyik platformon és hol vagyunk elérhetőek, és hát az sem mindegy, hogy azért nem 0-24-be vagyunk természetesen elérhetőek, bár nagyon sokan én úgy gondolom ebben az időszakban, hát 10-12-16 órába szinte mi is az online világban éltük az időnket. Ez a közel napi 9 óra ráfordítás, ez természetesen az anyagok elkészítése, az órák megtartását értettem azon. Néztem ilyen különböző felméréseket, ott közel ez jött ki, hogy ennyi időt. Nyilván itt is széles a spektrum, tehát azért valaki ezt lazábban vette, valaki viszont nagyon-nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat, és szinte egy-egy digitális tartalom elkészítése során óriási mennyiségű anyagot zúdított a diákokra. A diákok oldaláról is én azt hiszem, hogy az idővel nagyon jól kellett, hogy gazdálkodjanak, hiszen gyakorlatilag ugye említettem, hogy az volt az ajánlás több iskola részéről és az oktatási kormányzat részéről is, hogy órarendi órákat tartsunk, és annak megfelelően. Csak hát, ha most belegondolok, hogy egy testnevelés óra esetenként egy elméleti résszel indított, és utána az volt a feladat a diák számára, hogy azt föl kell venni, vagy valamilyen szinten erre reagálni kell, akkor ez már nem biztos, hogy 45 perces etapokba mérhető. A legnagyobb problémát a diákok számára én szerintem az jelentette, hogy kialakítsák magukban ezt az úgynevezett önszabályozó tanulást, és hogy megfelelőképpen tudják az időt beosztani. Én osztályfőnök is vagyok, és amikor ebben az időszakban osztályfőnökként kérdeztem a gyerekeket, akkor a kezdeti időszakban nagyon örültek ennek a helyzetnek, és azt mondták, hogy ez teljesen jó, mert ők osztják be az idejüket. És ahogy haladtunk egyre inkább május-június felé, akkor azért megváltozott már ez a gondolkodás, és azt mondták, hogy hát azért ez így nagyon nehéz, mert gyakorlatilag reggel 8-kor leül a gép elé, és délután 5 vagy 6 órakor kell föl onnét, hogy gyakorlatilag mindent elkészítsen, itt esetenként akár a leckéknek szintén az ő részükről is a digitalizálására gondolok. Tehát nagyon gyakran kértük ekkor, hogy fotózz le, küld vissza, készíts PPT-t, vagy éppenséggel Word dokumentumba írd meg. Ugye hamar rájöttünk arra, hogyha csak a füzetébe leírja és lefotózza, akkor az szintén iszonyatos munka elolvasni, egyáltalán kijavítani, gyakorlatilag értelmezni, mert hol homályos, hol lemarad a
mondat vége. Itt jön be az, amit már említettem, hogy hát az egy dolog, hogy gyönyörű szép szelfiket tud készíteni, és mindenféle filter van, hogy hogyan tudok megfelelő lenni az adott felületre, ahová azt feltöltöm, de bizony, amikor egy sima szöveget kell lefotóznom, akkor ez nem biztos, hogy már úgy sikerül, ahogy az elvárható lenne. És hát továbbra is mondom, hogy a szülői oldalról is itt az időbeosztás az egy őrült fontos dolog volt, még akkor is, hogyha középiskolás korú gyerekeink vannak, vagy középiskolás korú gyerek is van a családban, és hát nyilván itt tagozatonként nagyon eltérő, én úgy gondolom egy alsós szülő az hihetetlen, vagy egy alsó szülőre egy hihetetlen nagy feladat hárult ebben az időszakban, hogy megfelelőképpen egyrészt fel tudja készíteni, másrészt hát beosztja, vagy adjon valamilyen útmutatást a gyerekei számára. Én úgy gondolom, hogy a digitális és az online oktatásban mindannyiunknak meg kellett változni bizonyos magatartásoknak. Egyrészt el kellett sajátítanunk ezeket a digitális módszereket. A kezdetekre én azt hiszem az volt a jellemző, hogy nagyon maximalisták voltunk. Tehát szinte... Én nem tudom, ebben majd lehet, hogy megerősítetek engem. Ebben az időszakban, a tavaly márciusi, áprilisi, májusi, júniusi időszakban viszonylag kevesebb online vagy real-time órát tartottunk, és inkább Word dokumentumokat, PPT-ket vagy PDF-eket töltöttünk föl, és nyilván próbáltunk minden ismeretet, ami a fejünkbe volt, átadni. És nem egyszer születtek nagyon hosszú tartalmak is, gyakorlatilag 46 diás PPT-től elkezdve 16-20 oldalas Word dokumentumok is. Ez nyilván... Amiatt is lehetett, hogy egyfajta megfelelési kényszerbe voltunk, hiszen nem tudtuk, hogy kinézi az óránkat, esetenként valaki fölveszi-e, visszaélnek-e ezzel. Én éppen azért úgy gondolom, hogy ezért lehetett ez a hihetetlenül nagy maximalizmus, amit ekkor megéltünk gyakorlatilag. Nyilván zavaró lehetett az, amit már említettem, hogy ebben az időszakban csak tanítottunk, és kevésbé foglalkoztunk a neveléssel, hiszen nem biztos, hogy láttuk, a gyerek bejelentkezett órára, vagy láttuk, hogy megcsinálta, vagy éppenséggel nem csinálta meg a feladatot. És nyilván mindezek vezettek el egyfajta frusztráltsághoz, bizonytalansághoz, és természetesen ebben az időszakban még nem tudtuk, hogy a vírus hogyan hat, vagy nagyon sok olyan dolgot hallottunk, ami igazából bizonytalanná tette az akkori életünket. Én úgy gondolom, most már... akik középiskolába tanítunk, és november óta ismét ezeket a lehetőségek, vagy ezzel a lehetőséggel kell élnünk, megtanultuk ezt is, és maximálisan hozzá alkalmazkodtunk ezekhez a megváltozott körülményekhez. Én magam is azt vettem észre, hogy igyekszem majdnem minden órámat online tartani, és sokkal inkább kevésbé töltök fel digitális tartalmat, tehát akár készítek PPT-t, vagy Word, vagy PDF dokumentumot. Én, amikor az osztályommal szeptemberben újra visszamentünk, és akkor azért volt két hónapunk, hogy jelenléti oktatásba is dolgozzunk,
ő bennük azt, vagy őtőlük azt tudom, hogy a tanár irányító szerep az mindenképpen fontos. Nagyon sokszor elmondták akár a diákjaim, vagy a diákok és a szülők is, hogy azért önállóan feldolgozni egy-egy anyagrészt az nagyon nehéz, és mindenképpen kellene a mi irányító jellegű hozzáértésünk, rávezetésünk arra, hogy mi is lényeges az adott anyagrészbe. Én majdnem azt tudom mondani, de nagyon szívesen veszek tőletek esetenként, hogyha jobb ötletek vagy jó gyakorlatok vannak. Nem feltétlenül 45 perces etapokba gondolkozom, amikor online órát tartok. Egy körülbelül egy ilyen 30 perces időintervallumot tűztem ki magam elé, amikor is az adott anyagrészt próbálom nekik én elmagyarázni, illetve felhívni a figyelmet, hogy mi a hangsúlyos rész az adott leckébe. Természetesen akár egy-egy téma lezárása kapcsán, egy-egy fejezet lezárása kapcsán kapnak akár ilyen digitalizált tartalmakat is, és úgy vettem észre, hogy nagyon szépen lehet a gyerekekkel így dolgozni. November óta, mondom, talán mindannyian felvérteződtünk már egyfajta gyakorlattal. Ha a diákok oldaláról nézem ezt az időszakot, hát, ahogy említettem, ők eleinte a szabadságot emelték ki, hogy milyen jó ez a szabadság, és hogy ezzel milyen jól lehet élni. Nem kell feltétlenül 8-kor felkelni, hogyha éppen olyan óra van. De a későbbiek során pontosan a szabadságot kezdték el hiányolni, hiszen be vannak zárva a szobába, nem tudnak akár kimenni, ugye ebben az időszakban, legalábbis a tavalyi időszakban még edzések sem nagyon voltak. A diákoknak és a tanulóknak én úgy gondolom, hogy szintén azért nehézséget okozott az, hogy a tanárától, a szülőtől egyfolytában azt hallotta, hogy ne használd a telefonodat, ne használd a számítógépedet, most pedig minden esetben gyakorlatilag 10-12 órában ezeket az eszközöket kellett használnia. Emellett természetesen, ugye ők mivel eleve online térben nagyon sokat kommunikáltak, azért megfigyelhető volt a kortárs kapcsolatok hiánya. Tehát egyrészt különösen azokban a családokban, ahol a szülők is home office-ba dolgoztak, ott ugye kevésbé találkoztak kortárs, akár az osztálytársakkal. Később én úgy gondolom ebbe is azért megtalálták azokat a lehetőségeket, akár most, vagy tavaly november óta tanuló csoportok is összejöttek, legalábbis erről számoltak be a diákjaim, elmentek egy helyre tanulni, és akkor együttesen dolgozták föl. Én úgy gondolom, hogy ezek a módszerek, tehát a kooperatív technikákat is elősegíthetik. Természetesen itt azért történtek negatív, vagy vannak negatív tapasztalataim. A gyerekekre is óriási hatással van ez az online oktatási rendszer, hiszen ők is egy bizonytalanságba élnek. Tavaly, ugye gondoljunk vissza, a legfontosabb kérdés nem csak a diákok, hanem azt hiszem a mi számunkra is az volt, hogy most az érettségi milyen platformon, egyáltalán milyen formában, írásbeliben, szóbeliben valósul meg. És hát ez egy elég nagy stresszfaktort okozott a diákok számára is, és az én számomra is. Tehát volt egy 12-es faktoros csoportom,
hát nem is heti egyszer, hanem ott heti háromszor is gyakorlatilag órát tartottam különböző időpontokba, mert annyira meg voltak riadva, hogy el tudják-e sajátítani a hátralévő anyagrészt. Ugyanakkor nyilván azok a gyerekek, akik kevésbé tudták elsajátítani az önszabályozó tanulást, azok hát egész nap unatkoztak, ráadásul ugye a tavalyi időszakban azért a kijárási tilalom, vagy a kijárási korlátozás is más fogalomkörbe tartozott. Megfigyelhető, bár talán kevésbé középiskolás korú gyerekeknél, a szorongás megléte, akár nem tudnak éjjel aludni sem. Ugye ez még mindig egy elég nagy bizonytalan időszakban vagyunk. Nagyon sokat hallják a gyerekek a halál kifejezést, amivel nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni. Akár elveszítették a nagyszülőt, és ezt nem biztos, hogy megfelelőképpen saját magukban tudják rendezni ezeket a problémákat. És hát felerősödik ugye az internetes zaklatásnak a tárgyköre is, hiszen míg online oktatásba bement mondjuk reggel 8-tól délután 2:30-3-ig az iskolában, addig egy védett környezetben volt, most viszont reggeltől estig gyakorlatilag ott volt az online tér, és ebből nagyon nehezen tudott szabadulni. Én úgy gondolom, hogy ha ez az időszak véget ér, és újra jelenléti oktatásra fogunk áttérni, valószínűleg ezekkel a problémákkal is szembesülnünk kell majd. És hogy mik a fejlődési lehetőségek, hogy azért az időt is tartsuk. Én úgy gondolom, jó lenne, hogyha átgondolnánk, illetve esetenként felkészülnénk ezekre a pandémiás időszakokra, bár nagyon remélem, hogy azért több ilyen nem lesz, bár mondom, valószínűleg tavaly márciusban nem gondoltuk, hogy idén márciusban is ezt a módszert kell alkalmaznunk. Lehet, hogy kellene egyfajta ütemezett tanmenetet, vagy egy új tanmenetet kidolgozni arra az időszakra, amikor ilyen oktatási formába kényszerülünk. Ami alatt azt értem, hogy ebben az időszakban szükséges lenne véleményem szerint lecsökkenteni akár a tananyag mennyiségét. Én például most egy egész komplett fejezettel vagyok mondjuk elmaradva, és most nyilván csinálhatnám azt, vagy tehetném azt, hogy lenyomatom azt az anyagot, és föltöltök napi nem tudom én hány anyagrészt, vagy leckét, de úgy gondolom, ezzel nem jutnék előbbre. A másik, hogy azért ennek a digitális tudás fejlesztésének, és talán azzal, hogy az informatikából egy új tantárgy látszik kinőni magát, hogy azért ne csak felhasználó szinten. Tehát én úgy gondolom, most már nem elég az, hogy tudjak használni egy Word, vagy tudjak egy Excel ikonra rákattintani, és ott egy egyszerű táblázatot megszerkeszteni. Én úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag akár ezeket az oktatásban használt platformokat valamilyenképpen beépítsük az informatika tanításba, vagy az informatika tanulásba, hiszen most már gyakorlatilag egy érettségizőnek ügyfélkapura van szüksége, tehát el kell sajátítania ezeket a platformoknak a nem csak a felhasználó szintűt, hanem az alkalmazó
szintű tudását is. Lehetőség, vagy nagyon jó lehetőség lenne, hogyha egy egységes platformot tudnánk használni általános iskolában vagy középiskolában. Nyilván van erre egy szoftverünk, ugye ez a Kréta rendszer. Én úgy gondolom, hogy ennek a fejlesztését érdemes lenne átgondolni az oktatási kormányzat részéről. És nagyon fontosnak tartanám, hogy akár osztályfőnöki óra keretében felkészítsük a tanulókat, hogy tanuljanak meg tanulni. Ezt nem is feltétlenül középiskolába gondolnám, de itt is nagyon fontos lenne, hanem már akár alsóban, a felső ötödik évfolyamtól, osztályfőnöki óra keretében, hogy mi van akkor, amikor mondjuk neked kell elsajátítani az anyag részt, mert éppenséggel ilyen pandémiás helyzet állt elő, de én nagyon szívesen várom majd esetenként a hozzászólásokat ezzel kapcsolatban, hogy ti milyen lehetőségeket gondoltok. Egy kicsit a jelenléti oktatásra, és akkor be is fejezem, mert azt hiszem, hogy az időt már túléltem. Ugye ott a tudás birtokosa legfőképpen mi voltunk, és majdnem, hogy azt mondom, középiskolában a frontális oktatásra helyeződött nagyobb hangsúly, most pedig egészen más dolgokat kell bevezetnünk. Viszont én úgy gondolom, hogy az online oktatásban sem szabad azt elfelejtenünk, hogy személyiségek vagyunk. Nem gondolom, hogy nekünk egy robotszerű pedagógusként kellene működnünk ebben az időszakban, vagy ebben az online oktatásban. És nagyon gyakran mondják az osztályomban, hogy azok a tanárok, akiket mondjuk a jelenléti oktatásban nagyon szerettek, azokat most nagyon nehezen tudják elviselni, akik a jelenléti oktatásban szerettek, azok, vagy nem nagyon szerettek, azokat most az online oktatásban kifejezetten kedvelik. Én úgy gondolom, nem kell, ebből azt szeretném mondani, hogy nem kell megerőszakolnunk magunkat ebben az időszakban. És amit már említettem, hogy én, talán szelektálnunk kell ebben az időszakban, hiszen nem tudunk mindent olyan mélységében gyakorlatilag a diákok számára prezentálni, mint hogyha akár jelenléti oktatásba lennénk, és egy kicsit talán mentoráló személyiséget kellene fölvennünk, és így a diákokkal szorosabban együttműködni. Hát én úgy gondolom ennyit, mivel az időmet már túlléptem, ennyit szeretnék mondani, hogyha vannak a kérdések, akkor természetesen azokra szívesen válaszolok itt.